Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Hogy jutottam ehhez a forráshoz, ezt röviden elmondom. 2002-ben halt meg az anyukám. És amikor olyan szomorú voltam, a Biblia és a hitem adott erőt számomra. Aztán jött hirtelen egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és üzenetet kaptam a Bibliából. Ezen kívül voltak gondolatok, amikor úgy éreztem, ez nem az én gondolatom, ezt kívülről kapom. És ez így összetartozik mindehhez, és ez a forrás, amivel dolgozom. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy számodra is megkérdezzük ezt a forrást, ha van bizonyos kérdésed, vagy leírod a helyzetedet. Az energiai egyensúly ehhez a jósláshoz, így mondanám, 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát, megkérdezzük, illetve nem is kérdezek, hanem kíváncsi vagyok arra, hogy mi a mai üzenet. Lehet, hogy kicsit hangos a felvétel, mert nagy vihar van most itt Mallorca szigetén, sőt, még hó is esik, nagyon-nagyon hideg lett, ami nem olyan természetes itt, hiszen Mallorcán nincs tél tulajdonképpen, de most ebben a hónapban mégis beköszöntött itt is a tél, és havazik. És most kinyitom a Bibliát, megnézzük, hogy mi az üzenet. Van egy terved, cselekedni fogsz, és higgy abban, hogy ez a terv megvalósul. Az otthonodban lesznek változások. Valaki közeledik hozzád, beszélni szeretne veled. A munkahelyen most nem könnyű, hiszen valaki meg akar téged bántani, vagy már megbántott, nem érzed ott jól magadat. Te maradhatsz itt ezen a munkahelyen, de lesz hamarosan egy ajánlat, ha szeretnéd, akkor lesz egy új munkahelyi szerződés. A tisztaság, ami érezhető nálad. Tiszta gondolatok, vagy szeretnél tisztázni valamit, vagy rend, tisztaság lesz az otthonodban, illetve van az otthonodban. Egy bírósági ügynél, vagy egy helyzetben, ahol igazságtalanságok vannak, valaki hazudik, vagy megpróbál becsapni téged.
Az országban lesznek bizonyos tárgyalások, és ők ki akarnak lépni ebből a helyzetből, ebből a konfliktusból. Inkább olyan döntések lesznek, hogy inkább visszahúzódóak. Viszont lesznek kereskedelmi kapcsolatok, ami előnyös lesz az országnak. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá!